ismét egy kis játék következik, mégpedig Kálmán Imre részlet következik, de ki az, aki tudna mondani nekem híres Kálmán Imre operettet? Csárdás királynő, aztán Marica grófnő, aztán kinek van még tarsolyában, Pandja Zsuzsi kisasszony, a Montmartre ibolya, aztán még, aztán még nagyon sok. Na, akkor most megint ideadok ajándékot. Hátul is volt. Hátul is volt, akkor hátulra is. Valaki. Hátulra is adunk ajándékot, mert itt hátul is voltak. Úgyhogy itt vannak a mi kis felajánlatásnak, és itt is elhangzott, úgy emlékszem, nem? Ott, akkor csak azt tessék megkérdezni, hogy mi az, ami benne van. Mondjuk valami. Na, akkor most következik a Marica grófnőből, Marica belépője. Csak annyi keretem van egy előjáróban Marica grófnőhöz hozzátenni, hogy nekem egy nagy kedvenc szerepem, amit a Kolozsvári Magyar Operában énekeltem, és mai napig is ott játszom éneklem, és azzal debütáltam annak idén a Kolozsvári Magyar Operában, úgyhogy majd Békés Csaván is fogom játszani, most ősztől, úgyhogy ha arra járnak, sok szeretettel várom önöket. Thank you.
külföldi szerző darabja következik, és a találós kérdés az az lesz, hogy most nem árulom el, hogy ki a szerző, és ki lehet találni. Hát, ha sikerül. Keringő királynak is hívták, jó, és nagyon tudott. Jó, és Stauszárt, akkor megint ide kell, hogy adjak egy kis ajándékot, aki egyből kitalált. Egy a Johann Strauss ilyen a magyar című dalszporkája. No, hát elérkezünk lassan műsorunk végéhez. Kálmán Imre talán leghíresebb operettjéből, a Csárdás királynőből fog következni Szilvia belépője. Még ha megengedik, annyit előjáróba az énekelőt mondanék önöknek, csak egy kis sztori, hogy hát Amerikában ugye nagyon sok fele énekeltem, Egyesült Államokban, Los Angeles, San Francisco, Hollywood, Toronto, Montreal, ugye a kanadai részen is, és amikor legelőször kikerültem, ugye hát abszolút nemzetközi csapat, egyedül én voltam az egyszer magyar, és úgy izgultam, haltam meg, ott a Velencem ugye ott volt a nagy nemzetközi karmester, mindenki, nemzetközi zenekar, és hát pont a Csárdás királynőt énekeltem volna, és ott álltam a takarásba, és már kezdte a zenekar ugye a belépőnek az első felét, és hát kint 7000 ember ült. Ez a torontói rajtam zongol volt, előtte pont a Domingo énekelt, és eszméletlenül izgultam és féltem, hogy úristen, mi lesz itt? Miába énekeltem ezt 1000 számmal előtte, és akkor egyszer csak azt mondtam magamnak, hogy Benedeki Katali, szedd össze magad! Ha ilyen hosszú távot megtettem, hogy Székelyföldről, Nagygalamfalváról, ahol annak idején, akik jártunk a sárba, most már aszfaltos út van mondjuk, de hogyha ilyen messziről eljutottam idáig Torontóig a rajtom zavarja, akkor húzd ki magad és énekelj a Csárdás királynőt. És ilyen magyaros kis ruhában voltam, és emlékszem, hogy bevonultam, mintha én lennék, nem tudom, legalábbis valamelyik királynő, és emlékszem, hogy rögtön még egy kiset átadtam a számot, és elkezdtek tapsolni, mondtam, na akkor megnyertem a csatát. Thank you.
Köszönöm, hogy eljöttek, hogy csak ne hangom nincs.